Üdvözlök mindenkit! Nem tudom, hogy lehetne egy normális sorozatkezdést eszközölni. Hát sehogy! Fuck you! Igazából sehogy se próbálkozom akkor. Szóval... idegesít, hogy itt van a háttérben zenem. Lényeg, hogy pár napi tevékenységeim után úgy éreztem, hogy kéne valami egyedibbet hozzak a csatornámra. Tehát nem csak gameplayt, meg nem csak albumfertőtéseket kéne így eszközöljek, bár albumfertőtések már szerintem nem lesznek, mert már a másik csatorn nem is szabad. Igazából mindegy. Szóval lényeg az, hogy szeretnék egy újabb tartalmat, egy újabb témát behozni az egész csatornának az image-ébe. Igaz, hogy már így is kezdek húzni az egész, de most legyen még kezdek húzább. Szóval gondoltam, hogy kéne Conteo kivesérést tartani. Nehogy azt hitt, hogy most ilyen UFO-król, meg Kennedy gyilkosságokról, meg hasonló mainstream szarokra fogok így dumálgatni, mert hát az mainstream, az úgy ott van a tévében, bár én nem nézek tévét, de aki néz tévét, az úgy látja, hogy így historien folyamatosan bámpolják ezeket a szarokat, amiknek semmi értelmük nincsen, meg nem olyan egyedi, meg kb. Mindegyik arról szól, hogy jaj, most a Hitler az most UFO volt-e, vagy van fia, vagy ilyesmi, mondjuk az mondjuk egészen egyedi, de amúgy amit most szeretnénk behozni, az szerintem kifejezetten érdekes, és kifejezetten hallom, hogy a kutyáim vitatkoznak, és kutya meg... fasz... Hogy ne legyen félreértés, a Conteohoz konkrétan összeesküvés elméletet takar, csak ugyebár a Conteo az két angol szónak a összetételéből alakult ki. Amit nem igazán tudok most elmondani, mert nem jut eszembe az első szó, de... minden bizonnyal vágja az, aki már régen volt a követi a csatornámat, hogy nagyon betegesen rajongok azért, hogy legyen valamilyen zene abban a dologban, amivel ügyködök éppen. Éppen most nem volt a Assassin's Creed végjátszásomban, de amúgy meg szokott lenni, és most se lesz másképp, és most is szeretnék inkább zenei téren foglalkozni a Conteókkal. Így hát a mai témák is ezzel kapcsolatos lesz. De nyilván nem Kanye West-ről fogok Conteót elmondani. Arról van valamilyen egyedi dolog a zenéjében. Ops! Nem, ez egy sokkal régebbi együttesnek a munkásságáról fog szólni. Nem abba. Más. Tuti ismeritek, vagy legalábbis névről hallottátok, vagy legalábbis az albumborítóját láttátok. Amin van egy zebra. Igen, egy Beatles összeesküvés elméletet hoztam. De nem Lennonról. Minden bizonnyal Vak is hallott már arról a bizonyos esetről, ami 1980-ban történt. De nem! Egy sokkal régebbi eset. A Conteo szerint. A mai témánk a Paul is dead teória. Tényleg a napokban akadtam rá erre a teóriára, miszerint... Paul meghalt 66-ban. Mi a f***? Dilettánsabb embereknek biztos kettő kérdés már megfogalmazódott a fejében. Egy, ki az a Paul? Kettő, hogy a francba haltott volna meg, ha előző héten is adott elő valamit? Válaszoljak is ezekre. Egy. És akkor most beszéljünk Paul haláláról. Rá. Annyit tudni kell egyébként, hogy magát az információt többnyire a conteo.blogrepublic.eu nevezetű oldalnak a cikkéről szerzem, mivel ez tűnik a leghitelesebbnek és a legemberi barátaibb megfogalmazásunknak. Szóval akit érdekel, az kattintson erre. Szóval 66-at írunk igazából, és ősznek a közepén talán, de egyes források szerint szeptember 11-én. Ezt igazából cáfolnám, mert eléggé nem egyedi tátum.
maradjunk a november 11-énél, vagy november valahanyadikánál. De ez is cápolható egyébként, de igazából ez mindegy. Paul McCartney egy újabb, hát nyugalmasnak nem mondható nap után beizítja a legújabb és legvagányabb Aston Martinját, hogy végre hazamenjen. És hát kifejezetten szad be, hogy hogyan vezet. Csak hogy ágyan fogalmazzak. Igazából többféle időkrás is van erre, hogy miért történt ez. Valaki szerint már a kocsiban beleszállása előtt belekötött valaki. Valaki szerint igazából menekült haza egy újabb ilyen ilyen megcsalós dolog után. És jap. Igazából ez a lényegen nem változtat, szóval igazából mindegy. Hogy a forrásomat idézve megtörtént a baj, nem veszi észre, hogy az addigi sima jobbkezes vagy balkezes környéken lámpákat szereltek fel, és mint egy 600 mérföld per órás, kb. 100 km per óra sebessége berohan a pirosba. Egészen pontosan egy keresztbe közlekedő bútorszállító kamionba, más források szerint egy kis buszba. Ouch! Tehát igazából meg is történt a baj. Egyes források szerint Paulnak a feje le is szakadt, mások szerint nem annyira, de az biztos, hogy eléggé összeroncsolódott a teste, szóval jap, azonnal meghalt. Kamionos eléggé észrevette, hogy valaki berongyolódott, ezért oda is sietett, és hát egy szimpla szívroham közepette megpróbált intézkedni is valamit. Először is, ha persze nem a lefejezős részt veszik figyelembe, hanem a másik verziót, akkor megpróbálta a kamionos újra éleszteni a srácot. Mert persze teljesen sikertelen, de értékeljük a gesztust. Kezébe akadt Paulnak a notesze, amelynek az első oldalán a rendkívüli eseménykor értesítendő rubrikában egy névre és egy telefonszámra bukkan a balesetes Foster-nek az arcot. Természetesen ismerős, ami nem csoda, hiszen akkoriban nem mondta egy nap annélkül, hogy valamelyik napi nap első oldalán vagy a tévében fel ne bukkant volna a Bitis, és a kamionosofőr agya kattogni kezd. Kat. Ouch! A Bitisnek a menedzsere, tehát Brian Epstein 20 perc múlva a helyszínen terem, ahogy a rendőrök mondanák, átveszi az intézkedést, kamionosunk pedig gazdagabb lesz 10.000 font sterling ígéretével, amit másnap készpénzen meg is kap cserébe a hallgatásért. Egyébként még a kamionosnak van egy melléktörténete pár hónapig. 67 januárjában újabb balesetet szenved, egy hidon áttörli a korlátot és kocsit a 6 fokos Temzébe zuhan, ahonnan már csak holtan húzzák ki. A műszaki vizsgálat félkibát állított meg. Mindegy, hagyjuk ezt. Megpróbálom röviden elmondani, szóval menedzser odaér, és igazából rögtön elkezd neki is kattogni az agya, kat. Ouch! Végül elgondolta az egész szisztémát, és erre jutott. Adott 4 ember. Hát csak 3. Tehát adott egy 4 tagú zenekar, ami kurva éres. Ha most egy meghal, akkor az egésznek vége. Az egésznek vége. Nem lesz pénz. Mit tegyünk? Brian, kérem szépen, kitalálta. De még vezessük vissza egy kicsit pár hónap ezelőttig az időkerekét. Adott Edinburghben egy bicészélség verseny. Várj, mi a f***? Ebben most nem menjünk bele. Tehát adott egy szépségverseny, amit egy skót emberke meg is nyert. És igazából annyira megnyerte, hogy még Paulnak a szívét is megnyerte. És igazából poénkodott is azon vele, hogy most... Ez nem tudom mi volt. A lényeg, hogy Ryannek is odjáig jutott ez a dolog, és fel is hívta a skót srácot, hogy hát gyere már ide, mert hát Paul meghalt. Igen, Paul meghalt. Gyere ide, és vadd be, hogy te vagy Paul. Ez csak valami utánzat volt. Nem te vagy az utánzat, ő az utánzat. Paul az utánzat! Meg is történt ez a dolog. Aztán úgy volt, hogy igazából pár koncertig így, hát mondjuk úgy beugrott, de igazából 70-ig ott maradt. Aztán még csinált egy szóló karriert is, azt nem tudom, hogy a Rákban csináltad, de csinálta. És igazából ez a pont, ahol a fő
főmondani valójában, hogy végig voltunk vezetve, és végig egy skót, nem tudom kicsoda. Havel! Nem tudom kicsoda, meg minket a tökéletes hangjával, meg a tökéletes utánzó képességével. Szerintem ez egy hoax. Köhöm. Kuss! Ez a hoax egyébként egy, hát úgymond 69-ben terjedt el, pár egyetemistának köszönhetően. Ez az egyetemisták! Kuss! A legnyilvánvalóbb jelzéseket a Safety to the vagy White album nevezetű Beatles albumban lehet megtalálni. Ebből is a leghíresebb a Revolution 9 nevezetű szám, ami hát előrefele is eléggé creepy, bár nem olyan izgalmas. Konkrétan arról szól, hogy egy srác folyamatosan mondogatja azt, hogy number 9, number 9, number 9. Kisebb-nagyobb háttérzajok közepette, viszont visszafelé játszva ez eléggé creepy tud lenni. Be is vágok egy kis részletet belőle. Nagyon röviden összefoglalva, what the fuck is this shit? Kicsit hosszabban kifejtve annyit tudnék mondani, hogy egyrészt az ember, aki beszélt a legelején, az konkrétan azt mondta, hogy meghalt, és akkor halt meg, amikor öngyilkosságot szenvedett a autójában, vagy valami ilyesmi, de nem igazán nevezném az öngyilkosságnak, de esetleg hallottam azt a suicide szót. Illetve folyamatosan azt ismételgeti egy ember, hogy turn me on dead man, ami egy kicsit creepy. Illetve ezen kívül a csomó háttérzaj annak köszönhető, hogy igazából azt próbálja illusztrálni, hogy mi történt a balesetkor. Hát így tényleg nagyon durván hallható az ütközés, a rendőrnek a rendőrség autóknak, a rendőrautóknak a közeledése, az embereknek a reagálása erre, illetve persze Paulnak az ilyen utolsó ilyen rajveszélyékelései, amik hát nem igazán neveznék annak, és eléggé mesterségesnek hat, szóval nem tudom. Mindenesetre eléggé durva, és a végén még ott volt a tűzropogás is, ami illetően a baleset utáni tűzt kívánta szimbolizálni. És ez konkrétan csak egy szám. Van például egy másik, a Grass Onion, aminek a végén, hát nem az egész számon, hanem a végén, a legvégén találhat egy olyan dolog, hogy meghalt Paul, hiányzik, és ezt így ismételgeti egy ideig. Tehát így, Paul is dead, I miss him, és így folyamatosan ez van, és az is creepy, és azt nem is akarom bemutatni, mert ez is sok volt szerintem. Ezek azok a főbb dolgok, amik tényleg így eléggé valószínűnek tűnnek, hogy
hogy tényleg szándékosan vannak benne. Szóval felveti az a kérdés, hogy ezt el akarták tüsölni, akkor mi ez adnak bele ilyen jelekkel? Nekem van egy teóriám ezzel kapcsolatban, szóval már is mondom. A teóriám ezzel kapcsolatban az, hogy konkrétan megjátszották az egészet a White Albumban, mivel olyan szinten nagy voltam, míg ezelőtti... hisztéria Paul-al kapcsolatban, mert már akkor is így volt valamilyen röpke plecska, hogy meghalt, hogy inkább így poénból így bedobtak egy ilyet is, hogy azért többen vigyék ezt a lemezt. És igazából jó marketingfogás is volt, mert hát tényleg azért így eléggé hamar szárnya kellett ennek a dolognak. Az a durva, hogy amúgy olyan albumborítókhoz is elkezdik ezt így rátukmálni, ezt a teóriát, ezt a Spoils Dead teóriát, ami még az elvileg baleset időpontja előtt volt. Tehát így, így abszolút nem tudom hova tenni. Én elvegyem az albumborítós ilyen rá erőltetéseket is így tényleg nem nagyon tudom elhinni, hogy például a mi volt ennek az albumnak a címe? Igazából mindegy, de például az Abbey Road című albumnak a borítóján lévő dolgokat is így teljesen utalásnak veszik, hogy jaj, azért van Paul mezítebb, mert Angliában mezítebb temetik el a holtakat. Hát ez még jóval a mostani, meg a 60-as évek ezelőtti temetési szokások előtt volt, tehát ne keverjétek, kérlek, ne keverjétek a 60-as éveket az 1000-es évekkel, meg a 800-as évekkel. Ez abszolút. Tehát így tényleg így eléggé hihetetlen ez a teória, és eléggé nem tartom valószínűleg. De aki mégis beveszi, az azért így nézze meg ezeket a picture compilation-öket, amiket így a YouTube-on lehet találni, hogy milyen volt 66 előtt és utána, és konkrétan tényleg alig van különbség a kettő között. Kicsit megöregedett, de igazából ennyi. Mondhatjuk azt, hogy tökéletes volt a sebészet, de hát értett volna, hogy tökéletes, még most se tökéletes a sebészet. Tehát így hagyjuk szerintem ezt az egészet. Mindenesetre köszönöm a figyelmet, és remélem érdekelt sok embert az ilyesmi. Engem biztosan. És azért lájkokkal vagy valamikvel így jelzétek, hogy ez így tök jó, meg tök zsír, és hogy még jöhet még. Nem mondom, hogy iratkozzatok fel, mert ha nem tetszik, akkor ne, de ha tetszik és még szeretnél ilyen hasonló dolgokat látni, meg hasonló dolgokat így meg így visszanézni, akkor így nyugodtan iratkozz fel, mert én nem haragszom meg érte. Jó, szia!